Gyereknap. Országszerte számtalan színes szórakoztató programot szerveztek gyereknapra. Június 1-én ugyanakkor nem árt elgondolkodni azon is, hogy nagyon sok gyereknek nincs mit ennie, vagy éppen családon belüli bántalmazás áldozata. Katolikus gimnázium. A Bolyai Farkas Elméleti Liceum vette át a bírósági döntéssel megszüntetett II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium tevékenységét, ugyanabban az épületben, ugyanazokkal a tanárokkal, az iskolát pedig újra létre fogják hozni, mondták a marosvásárhelyi RMDS elöljárói. Bánffy Hunyad. 2 év után ismét megszervezik a kalotaszegi Magyar Napokat Bánffy Hunyadon, Kalotaszeg szívében. Az esemény kiemelkedő momentuma lesz a már hagyományossá vált felvonulás. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Ma van a gyermeknap, országszerte számtalan rendezvényre várták a kicsiket és szabadnapos szüleiket. Marosvásárhelyen a Ligetben kézműves műhelyek, koncertek, légvár és trambolin fogadta az ünneplőket. A sok érdekesség és finomság mellett a kicsik a felújított játszóteret is kipróbálhatták. Már a délelőtti órákban gyerekzsivajtól volt hangos a Marosvásárhelyi Liget, sok kisgyerekes szülő kilátogatott a Marosvásárhelyi Városháza által szervezett Városi Gyereknapra. A kicsiknek szentelt rendezvényen számos változatos programból lehetett szemlézni, interaktív játékos foglalkozásokra, grafikus műhelyekre, street art workshopra, bábkészítésre is várták az ünnepelteket. A miénk, a készítmény az beilleszkedik ebben az egész műsorban, ahol mi bábkészítéssel fogunk foglalkozni gyerekeinkkel, nem kimondottan nagyon szokott bábkészítés, hagyományos bábkészítés, hanem zöldségekből, gyümölcsökből próbáljuk létrehozni azokat az élő eleven karaktereket, amik mesékben megjelennek, például Csipke Rózsikába. Az igazgató szerint a rendezvény nagyon jó lehetőséget nyújt arra, hogy ezt a jelentős napot mindenki kedve szerint tudja eltölteni, és egyszer egy évben mindenhol a gyerekekre fordítsák a legnagyobb figyelmet. Ehhez pedig nem csak a Bábszínház, hanem más intézmények is csatlakoztak. Az is egy fontos üzenet, hogy azok az intézmények, amelyek itt vannak, és hát Marosvásárhelyen, vagy akár Székelyföld szintén a legjelentősebb intézmények eddig nem vettek részt ezeken a városnapokon, vagy gyereknapokon. Ezen túl mindig rájuk szeretnénk építeni, legyen szó akár a Maros Együttesről, akár a múzeumról, vagy a Bábszínházról, ők jelen kell legyenek a város életébe. A városvezető elmondta, ez a helyszín mindig közkedvelt volt a kisgyerekes családok körében. Olyan környezet, amely bármikor kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget nyújtott az ide látogatóknak. Ezért a jövőre nézve fontosnak tartják a Liget fejlesztését. Ennek egyik első lépése a játszótér felújítása volt, amelyet szintén a gyereknap alkalmával vehettek újra használatba a legkisebbek. Székelyudvarhelyen a Városi Parkba várták a kicsiket és szüleiket a gyereknapon. A programok egész napos szórakozási lehetőséget nyújtottak az érdeklődőknek. A Székelyudvarhelyi Művelődési Ház, a Tomcsa Sándor Színház és Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala közös szervezésében, a zene évéhez igazodva, az idei gyermeknap egésznapos programmal várta a családokat a Tám-Tátám Birodalomban, a Székelyudvarhelyi Városi Parkban. A programok egész nap zajlottak, és minden korosztály talált kedvére valót a park bármely szegletében. Különféle szigetek vannak, mindegyik helyszínnek egy-egy hangjegyhez kapcsolódó neve van. Ugye idén a zeneéve van Székelyudvarhelyen, a teljes gyermeknapnak a programja a zeneévéhez kapcsolódik. Pontokat lehet gyűjteni, a pontokat be lehet váltani a vásártéren. Iszkiri koncert van most, este kiskalász koncert, de volt zöldségzenekar koncert, bábelőadás, különféle könyvemutatók, foglalkozások, úgyhogy egész nap mindenki megtalálja a maga számára is a kedvére valót. Egész napos programként a rendőrautóba, a mentőautóba és a tűzoltó autóba is be lehetett ülni, a minifocipályán ugrálóvárak, a parkban pedig vásár várta az udvarhelyszéki gyerekeket. A programok reggel 9:30-tól kezdődtek, és este 9 óráig tartanak. A gyerekek, szülők és nagyszülők arcán felhőtlen boldogság látszott,
A város apraja nagyja megtalálta a számára megfelelő programot. A Kolozs megyei ifjúsági fórum szervezett gyereknapi majálist a kolozsvári Kolina Parkban. A programok egyaránt szóltak kicsiknek és nagyoknak, népzene és könnyű zene kedvelőknek. Kolozsvári és környékbeli lakosok lepték el ma a Kolina Parkot. A Kolozs megyei ifjúsági fórum, a KIFOR, itt szervezte ugyanis a kolozsvári majálist. A rendezvény megtévesztő neve ellenére június első napján, azaz gyereknapon. Az érdeklődők kézműves foglalkozásokon, ügyességi gyakorlatokon, lovas programokon, illetve népzenei és könnyű zenei koncerteken vehettek részt. Hét közepére esik ugye a június elsője, és akkor szerettünk volna egy kicsit a szülőknek is segíteni abban, hogy milyen programokra lehet elvinni a gyereket hét közepén. Hozzátette, a korlátozások feloldása után túltelítődött az eseménynaptár, így hosszasabb előkészületre volt szükség. A rendezvény nagyon nagy érdeklődést váltott ki, több mint 2000 résztvevőre számíthattak a szervezők. Számunkra fontos, hogy a kolozsvári és a Kolozs megyei fiataloknak, családoknak valamilyen értékteremtő programot biztosítsunk. Nagy hagyománya van már a majálisnak, és ez egy olyan találkozási pont mindenki számára, ahol nagyon sok ismerős, barát, tánccsoport, ifjúsági szervezet találkozik egyaránt. Így azt gondoljuk, hogy ez a tavasznak egy olyan színfoltja, ahol egy kicsit többet tudunk adni a közösségnek, és ezért számunkra ez egy nagyon fontos esemény. A kolozsvári majálist 2008 óta szervezik meg, egyre színesebb és változatosabb programkínálattal, a gyermek és a felnőtt résztvevők száma is évről évre gyarapodik. A gyermeknap azonban nem csak a szórakozásról szól, ilyenkor azokra a gyerekekre is gondolnunk kell, akik kevésbé szerencsések. Európában Románia listavezető, ami a kiskorú anyák számát illeti, és ez az alapvető ismeretek hiányával függ össze. Szerencsére az örökbefogadó szülők száma is fokozatosan növekszik. Az elmúlt időszakban főleg bántalmazás, gyermekelhagyás és kiskorú anyák miatt fordultak segítségért a gyermekvédelemhez. Elekes Zoltán, a Hargita megyei Gyermekvédelmi és Szociális Igazgatóság igazgatója híradónknak elmondta, a megyében csökkent a gyermekelhagyások száma. Kovászna megyében ugyanakkor a gyermekanyák nagy száma okoz gondot. Vas Mária, az intézmény vezetője elmondta, sokszor tehetetlenek, mivel az alapszolgáltatások fejlesztésre szorulnak. Iskolákban hiába történnek tájékoztató programok, vagy tájékoztatás a szexuális nevelésre vonatkozóan, mert ez azt a réteget érinti nagy részt, akik iskolába sem járnak. Tehát itt effektív haza kellene a családhoz menni, és a családba elvégezni ezt a tájékoztatást, felvilágosítást. Hasonlóan nyilatkozott Miklé Hajnal, a Maros megyei Gyermekvédelmi és Szociális Igazgatóság igazgatója. Ugyanakkor kiemelte, az örökbefogadások száma is növekedett. Tavaly évben 50 gyerek talált családra, volt örökbefogadva. Úgy gondoljuk, hogy ez most már az utóbbi 2-3 évben eléggé nagy arányú. Mikor 2015-16-ban, mikor 20-21 esetünk volt, utána már 17-18-19-ben már 39-40-45, tavaly 50. És nagyon örülünk, hogy az idén már az első 5 hónapban sikerült 30 gyereket örökbeadni. Hozzátette, elsődleges céljuk a gyermeket úgy elhelyezni, hogy lehetőleg hozzátartozók rokonok körében lejjenek új szülőkre. A világon évente 1 milliárd gyermek válik szexuális, fizikai vagy érzelmi erőszak, 40 ezeren pedig gyilkosság áldozatává, mutatnak rá a statisztikák. A szakemberek szerint nem lehetünk közömbösek a gyermekbántalmazás kapcsán, bármilyen formájáról is legyen szó. Nem csak az számít gyermekbántalmazásnak, amikor valakire kezet emelnek. Az elhanyagolás, a lélektani terror, a gyermek testi és lelki egészségének veszélyeztetése is ide tartozik. A hatósági jelentésekben évente csak nem 10 000 családi elhanyagolás szerepel. Ennek gyökere leginkább a szegénységben és a társadalmi kirekesztettségben rejlik, ami Romániában több mint 1 millió gyermeket érint. Ezt követi évente közel 2000 esettel az érzelmi visszaélés, és nagyjából 1000-rel a fizikai
fizikai és szexuális bántalmazás. A statisztikák szerint minden ötödik szülő rendszeresen alkalmazza a testi fenyítést. A Maros megyei rendőrség bűnügyi osztályának vezetője szerint a bántalmazás bármilyen formájáról is legyen szó, nem szabad félváról venni. Minden bántalmazott gyermek ügye szomorú, nem kell, hogy feltétlenül magasak legyenek az arányok. Mindegyik tanulmány azt mutatja, hogy a kisgyermekek esnek leggyakrabban bántalmazás áldozatává a családokban, és ennek aggasztania kell mindannyiunkat, hiszen leggyakrabban éppen azok bántalmazzák őket, akiknek gondoskodniuk kellene róluk, és biztonságos életet kellene nyújtaniuk nekik. Dávid Kacsó Ágnes pszichológus szerint a verés gyakorisága a rossz példa elsajátítása miatt következik be. Akit gyerekkorában vernek, elhatározza, hogyha felnő, nem fogja bántani a sajátját, mégis amikor oda kerül, ezt a fegyelmezési módszert veszi elő. Egyértelművé válik az is, hogy a bántalmazásban eltöltött gyerekkor után az áldozatnak nem lesz egészséges felnőtt kora sem, nem fogja értékelni, fontosnak érezni magát. Akinek alacsony az önértékelése, nehezebben fogadja el a kihívásokat, akinek nincs hatékonyságérzése, az már eleve úgy gondolja, hogy bizonyos dolgoknak neki se fog, mert úgyse fog neki sikerülni. Nem tanulják meg a partner az egyenlőségen alapuló viszonyulást másokhoz, ami végül is aztán végigköveti az életüket. A szakember szerint sok mindentől függ, hogyan tudja feldolgozni valaki a traumatikus gyerekkort, főleg, hogy a bántalmazott gyerekek legtöbbször nem mernek megfelelő segítséget kérni. Éppen ezért, ha a környezetünkben bántalmazás történik, gondoljunk arra, hogy egy védtelen gyermeknek segítségre van szüksége, és az első lépést egy telefonhívással mi is megtehetjük. Noha egyre több hátrányos helyzetű gyermek van Romániában, egyre kevesebben vállalják fel az étkeztetésük támogatását. Ez egyébként az állam felelőssége lenne, véli Csép Éva Andrea parlamenti képviselő. Jelenleg Romániában megközelítőleg 1.300.000 gyerek él mély szegénységben, vagy ennek a határán. Ijesztő adat, hiszen 10 gyerekből egy éhesen fekszik le, és minden harmadik gyerek érzi azt, hogy nem evett eleget. A hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetését már több mint 2 éve segíti a Divers Egyesület Marosvásárhelyen. A melegítel program keretében most már heti egyszer átlagban 50-60 gyereknek biztosítanak étkezést. Van egy 200-as listánk, ami olyan családokból való gyerekek, ahol ez nagy gond. Tehát nagy gond a melegétel, nagy gond a megfelelő étkeztetés, de ennél többen vannak. Tehát ezek azok, akikkel mi így vagy úgy összekötetésben vagyunk, természetesen nem tudunk rendszeresen mindenkihez eljutni, főleg élelmiszerrel nem, de nagyobb a gond, és mi azt vesszük észre, hogy mind több családnál van most gond az étkeztetéssel. 2020-hoz képest 2021-ben felére csökkent a pénzbeli támogatás, idén pedig összesen csupán 3 személy segíti a programot. A jövőben pályázatot nyújtanak be, hogy folytathassák a megkezdett munkát, mondta. Az állam hasonló civil szervezetekkel kellene együttműködjön, véli Csép Éva Andrea, az RMDS szociális szakpolitikusa. Elmondta, a hátrányos helyzetűek étkeztetését nagyon sok társadalmi tényező befolyásolja, mint a családi állapot, az oktatási rendszer, a jövedelem, a lakhatási viszonyok és a családi modellek is, amelyekbe belenőnek ezek a gyerekek. Sajnos az elmúlt időszakban a jobb megélhetés miatt nagyon sok szülő elhagyta Romániát, a gyerekeket nem vitték magukkal. Megközelítőleg 350.000 gyerek van Romániában, akinek a szüleje külföldön dolgozik. Ez azt jelenti, hogy sok esetben nem tud odafigyelni az egészséges táplálkozásra, az egészséges életmódra, mert hogy nem csak étkeztetünk, hanem a mozgásra, a gyereknek a feltöltődési lehetőségeire, minden, amire szüksége van a nevelésére. A közeljövőben még több programot szerveznének, amellyel a gyerekek étkeztetését segíthetik. Nemrégiben lépett jogerőre az a törvény, amely napi 22 lejt biztosít az állami gondozott gyerekek élelmezésére. A sajátos nevelésű igényű gyerekek szintén napi étkeztetésben részesülnek, amely azt jelenti, hogy a szülők sokkal jobban oda tudnak figyelni a változatos táplálkozásukra. Évről évre aggasztóbb a különbség a városon és a vidéken élő gyerekek között, mutatnak rá a World Vision Romania nyilvánosságra hozott adatai.
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő szerint hatékonyabb állami beavatkozásra van szüksége a falusi gyerekek diszkriminálásának eltörlése érdekében. A vidéken élő gyerekek tanulási, megélhetési lehetőségeiről tartottak konferenciát a román parlamentben. A World Vision Románia bemutatta az erre vonatkozó tanulmányát, amely Csép Éva Andrea parlamenti képviselő szerint nagyon ijesztő adatokra világít rá. Míg 2 éve 10 gyerekből 1-nek nem volt mit ennie, ma már ez a szám megduplázódott, és hasonló a helyzet a lakhatás és az iskoláztatás esetében is. A munkaügyi bizottság alelnöke szerint a hatóságoknak olyan közpolitikát kell kidolgozniuk, amely által hangsúlyosabb segítséget tudnak nyújtani a vidéken élő hátrányos helyzetű családoknak. Meg kell teremteni azokat a csomagokat, és meg kell teremteni azokat a gazdasági támogatásoknak támogatásokat, amelyekkel akár ruháztatásra, igaz, étkeztetésre, iskolába való szállításra tudjuk a családokat támogatni. Tehát nem kell neki költenie ezekre, hanem mi, mint állam, mint felelős önkormányzat, mint felelős szervezet, odafigyelünk arra, hogy ezeket a juttatásoknak a súlyát tudjuk levenni a szülőknek a hátáról. Az elgondolkodtató adatok tükrében a döntéshozóknak arra kell odafigyelniük, hogy a vidéken és a városon élő gyerekek közötti különbséget ne csak csökkentsék, hanem minél jobban felszámolják, hangsúlyozta Csép Andrea. Megszavazta a képviselőház az Angél Szálényi országos beruházási tervről szóló sürgősségi kormányrendeletet törvényerőre emelő jogszabályt. A parlament alsóháza döntő fórumként bólintott rá a törvényre. A tervezetet 193 képviselő támogatta voksával, 42-en ellene szavaztak. Az indoklás szerint a törvénnyel megteremtik a jogi keretet az önkormányzatok számára olyan beruházások támogatására, amelyek az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítják a teljes lakosság számára, és növelik az életminőséget. Kormány pénzekből lehet fejleszteni a községeket, kivált a községeket, itt lehet ebből a programból vízhálózatokat, csatornahálózatokat, utakat, és újabban az a mi törvénytervezetünk volt a múlt mandátumban, az RMDSZ, hogy gázhálózatokat is lehessen fejleszteni, és ezt mind az önkormányzatok által. Az Angél-Szálényi országos beruházási programra első fázisban 50 milliárd lejt szánt a kormány. Cseke Attila, RMDSZ-es fejlesztési miniszter javaslatára a keretösszeget 15,5 milliárd lejjel kiegészítették, így összesen 65,5 milliárd lejre pályázhatnak az önkormányzatok. A programot elsősorban az USZ ellenezte, szerintük ez a polgármesterek lefizetésének eszköze. A program a korábbi kormánykoalíció felbomlásának egyik kiváltó oka is volt. A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum vezetőségének, munkaközösségének és a gyorsan reagáló szülők összefogásának köszönhetően megszületett a döntés az oktatási intézmény jövőjéről. A következő lépés az iskola újraalapítása lesz. Végre sikerült pontot tenni egy több hetes bizonytalanság végére, reagált a Maros megyei tanfelügyelőség és a Bolyai Farkas elméleti liceum vezető tanácsi döntésére Kovács Mihály Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke. Bár a tanfelügyelőség vezetőségi tanácsa eredetileg úgy módosította az iskola hálózatot, hogy a katolikus iskola ciklus kezdő osztályai kerültek volna át a Bolyai Farkas elméleti liceum égisze alá, a végső döntés értelmében a katolikus iskola diákjai és tanárai együtt maradnak. Tekintettel arra, hogy minden alsó tagozatos, minden liceumi osztályban tanuló diák szülője, illetve hozzátartozója kérte a diákoknak a Rákócziból a Bolyba való átvételét, és azt követően, hogy a tanfelügyelőség ezt jóvá hagyta, tulajdonképpen minden osztály az idei évet a Bolyai alatt zárja, illetve a jövő évet a Bolyai alatt kezdheti. Noha ideiglenesen megoldódott a helyzet, a közeljövőben az a cél, hogy az egyházzal és a helyi tanács RMDSZ frakciójával közösen újra létrehozhassák az iskolát úgy, hogy ezt már senki ne tudja megtámadni, mondta Frunda Csenge, a marosvásárhelyi RMDSZ frakció vezetője. A következő lépésben mindent meg kell tegyünk ahhoz, hogy ezt az iskolát újra alapítsuk, hiszen decemberig meg kell
legyen a 2 év múlva bekövetkező iskolai tanév ügyrendje, illetve hálózata. Ennek fejében pedig decemberig kell módosítsuk azt az iskolahálózatot, amely majd a jövőbeli római katolikus iskolát fogja tartalmazni. A Maros megyei tanfelügyelőség rendelkezései június 1-től lépnek érvénybe. Ennek értelmében a II. Rákóczi Ferenc római katolikus teológiai liceum diákjai és tanárai továbbra is a Klastrom utca 15 szám alatti ingatlanban folytathatják a tevékenységüket Tamási Zsoltal igazgatósága alatt. 17 helyszínen Csík, Kászon, Gyárgyó, Gyimes és Udvarhely vidékén zajlik a Tájházak hete. A Hargitai megyenapok keretében zajló rendezvényen lepénysütéssel, gyöngyfűzéssel, tojásfestéssel, fafaragással, bútorfestéssel és sok más kézműves tevékenységgel várják az érdeklődőket június 5-éig. Elkészülni készről. Na végig. A gyalú használatával ismerkednek a diákok a Csíkkozmási Falu Múzeumban szervezett tevékenységen. Egyik csoport a fa megmunkálásának alapjait tanulja. Kopjafafaragást, gyalulást, vésést, fúrást. Az osztály másik része a bútorfestéssel barátkozik. Én készítettem ilyeneket, ilyen kötőköt, és akarnék csinálni egy paritját akarnék készíteni most. Rajzoltam, neki kezdtem feladni. A pedagógusok szerint hasznát veszik a fiatalok ennek a tevékenységnek. Az életben maradáshoz is szükség van erre. Én úgy látom, hogy a szerszámot helyesen tudjuk használni, és ez nem csak egy hobbi, hanem már a nap mindnek szükség van. Úgyhogy mindenképp kellene oktatás szintjén ezt gyakorolják. Csíkkozmás mellett az alsósófalvi néprajzi gyűjtemény, a bögözi kincses porta, a bükkfalvi múltidők háza, a csíkmenasági néprajzi és helytörténeti gyűjtemény, az Énlaki Székely Mesterségek Múzeuma, a gyergyócsomafalvi, a csíkszentmiklósi, a gyergyóremetei tájház, a kápolnási, a lövétei, a mári falvi és a tordátfalvi falumúzeum, a gyimes középloki hagyományőrző ház, a kászonaltízi kászoni székely tájmúzeum, a kászonújfalvi Szentmiklós ház és a kükülőkemény falvi néprajzi gyűjtemény nyitotta meg kapuit a megyenapok keretében. A tájházak hete zajlik a megyében, különböző községek vannak becsatlakozva, tájházaikat megnyitották a nagy közönség előtt. Itt különböző foglalkozásokat tartunk, ilyen népművészeti foglalkozásokat, fafestésre gondolok, és fafaragásra. A gyerekek csoportonként jönnek, és kipróbálhatják mind a két mesterséget. A helyiek mellett a turisták is betérhettek ezekbe az életre kelt tájházakba, és kipróbálhattak egy-egy olyan mesterséget, amelyet még az idősebb generáció ismer, de lassan feledésbe merül. Idén újra megszervezik a kalotaszegi magyar napokat Bánffy Hunyadon, Kalotaszeg szívében. Az esemény kiemelkedő momentuma a már hagyományossá vált felvonulás lesz, amelyen több százan vesznek részt népviseletben. Július 16-a és 17-e között újra népzenétől és az ünneplő közösségtől lesz hangos Bánffy Hunyad. 2 év kihagyás után ismét megszervezik a kalotaszegi magyar napokat. Régen Hunyadon gazdag kulturális élet folyt, az utóbbi időben ez egy picit ellaposodott. Fel kellett ezt rázni együtt a környékkel, és nagyon jó ötletnek találtuk a kalotaszegi magyar napok megrendezését, ezért vállaltuk fel, és úgy látszik, hogy ennek jó az eredménye. A magyar napok programkínálata színes és változatos. A délelőtti órákban többnyire gyerekfoglalkozások és műsorok zajlanak majd, délután és este pedig élő zenés koncertek lesznek. A rendezvényen fellép a Bánffy Hunyadról származó Antal Timi, illetve a Republik zenekar is. Az esemény kiemelkedő pillanata lesz a felvonulás, illetve a hálaadó Isten tisztelet a nemrégiben felújított református templomban. Meglátszik az egység, és az egyházban is az egységről beszélünk. Nyilvánvalóan egy más szinten, egy másfajta egységről, de egységről. És én hiszem azt, hogy amit az egyház úgy hirdet, mint egység, az érvényes a kalotaszegi magyar napokra is. Lévén, hogy mindnyájan Istennek a gyermekei vagyunk, és még akkor is, hogyha különböző viseletet hordunk, és különböző falvából vagyunk, végül is ugyanőtt hisszük.
A szervezők igyekeznek minél több helyi tehetséget megmutatni a közönségnek, idén is reménykednek az 5000-es részvételben. Az esemény a magánadományok, illetve a magyar kormány támogatása mellett a Kolozs megyei RMDS segítségével valósul meg. Korszerűsítik a gyergyószentmiklósi jégpályát, sporttal folytatjuk. Közelebb került a megvalósításhoz a gyergyószentmiklósi jégpálya évek óta tervezett felújítása. Ennek érdekében a helyi önkormányzat visszavette a tulajdonjogot a megyei tanácstól. Hosszú idő óta tervezik a gyergyószentmiklósi jégpálya felújítását, de a munkálatokhoz szükséges kiadások jelentősen megnövekedtek az épület romló állapota miatt. Annak érdekében, hogy az intézmény teljes mértékben korszerűsíthessék, a helyi önkormányzat visszavette a tulajdonjogot Hargita megye tanácsától, és az elkészített megvalósíthatósági tanulmány alapján az Országos Beruházási Társasággal folynak a tárgyalások a kivitelezésről. A munkálatok során tervezik egy szomszédos fedett sportterem építését, illetve magát a jégpályát multifunkcionális csarnoká alakítanák át, amely más sportágak mérkőzéseinek is helyszíne lehet. A Városi Sportklub már listát is készített arról, hogy mire lenne szükség. Felszereléseket írtak össze, különböző erőgépeket a felkészülésekre, de felszereléseket, amelyeket használhatnak bent ebben a fedett sportcsarnokban is, illetve a jégpálya multifunkcionalitása szempontjából is fontos eszközöket, felszereléseket, palánkokat, a kosarazáshoz egyéb kapukat, hiszen itt egy multifunkcionális teremről fogunk tudni beszélni, amikor a jégpálya megvalósul. A tervek szerint felújítják a tetőszerkezetet, valamint bővítik és újjáépítik a nézőteret. Emellett eredményjelző panó, intelligens fények, videógólbíró, hangosító berendezés, illetve biztonsági kamerarendszer is része a korszerűsítésnek. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.